Másodállásban magándetektív. B. Rebbe úgy szintén. Hivatalos órák ebéd után. A cégtáblán hiába van kirakva. Hangva magánnyekus szakma. Meglátod, öregem, a hosszas türelem ügyfelet terem. Hanem, hogy mit nem mer néhány gengszter. Ha elkapnánk az első számú közellenséget, az kicsit feldobná a céget. Nem ülnél le végre, Béni? Járkálásod az idegeimre megy. Mire üljek, Frédi? Hisz mind elvitték a hitelbe vett irodabútorainkat. Berendezik új bútorokkal, mihelyt mód felett, megvágjuk az első ügyfelet. Mikor nem mondanád meg? Már vagy 3 hete vagyunk magántekusok, de csak egy részeg sírású lépte át a küszöböt, és az is kiszökött. Ez igaz. Azt hittem ügyfél, és itt a fellendülés korszaka, de nem maradt utána csak a borszaga. Mondd csak! Te tudod, hogy ez a Mac Douglas a közellenség, mivel izírkedett nemrég? Pengével vagy csempével? A Panama csatornával. Jaj, a Panamával panamázott. Hű, volt mersze, hogy kicsempésze, és nem vették észre. Ment neki, apránként csente ki. Hihetetlen, hogy nem értéktettem. Na hát egyesek igazán rendkívül ügyesek. De mi ketten tán átláttunk volna a szitán. Csak hit legyen és némi remény. Majd eljön az ügyfél a főnyeremény. Itt is áll az ajtóban, de jól van. Szabad! Gyerek, tehát maguk azok a magánverebek. A nevünk valódi világmárka, Flintstone és Rubble a társa. Egy kérdést, ha megengedik. Melyikük Flintstone és Rubble melyik? Én vagyok Mr. Flintstone, és ő pedig Béni Rubble, a társa. Biztosíthatom, hogy mi nagyon... Uraim, sajnálom, de én loholok. Tehát sürgős a dolog. Asszonyom, figyelmesen hallgatom. Közlöm, hogy titkos, bizalmas ügyben jöttem, és egy nagy bank áll mögöttem. A bank szakmában nincs jobb nálam, ön jó helyen jár. A legjobb, ha az egész kasszát a nyakunkba akasszák. Az ügy azon felül kényes is, a kockázat rengeteg. Maguk ugyebár házas emberek. Meglehetősen nősek. Béni, ha megengeded, inkább én tárgyalok. Szabadok vagyunk, mint az aglegények. Helyes, mert ez éjjel-nappali munka. Állandó készenlét, ez szükséges számunkra. Minden órában készenlét. Ó, hát majd alszunk álva és felváltva. Helyes. Akkor most tárgyalhatunk az anyagi feltételekről. Hofánk itt $5 ez nekünk jár? Balagatak csacska alapok. Én napi $500 adok. 2:30-kor holnap a 3-as bankhoz bandukolnak. Ott kapnak utasítást. A hollandus elnök majd elnyögi. Ó, ez igen, a hollandus elnök, ez tetszik nekem. Ez igen, Béni, feltörünk septiben. Frédi. Mi van? Hogy mondtam, mit fizet napon? Mit? $500 kerekem. Ezt meglehetősen szeretem. Na de térj magadhoz, öregem! Ha 500-at keresünk naponta, akkor miénk a fény a pompa? Még Vilma is gazdag lesz! Figyeljen, főnök! Volna egy használható kis bankötletem. 2 sebesült, 3 tetem esetleg... Hagyd abba, csülök! Bankügyekben jól érvényesülök. Te ne avatkozz bele! Bocsánat, főnök, bocsánat, tartom a pofámat! Jegyezd meg, hogy neked más a dolgod. Pénzügyekben ne üsd az orrod. Megértetted? Értettem, igenis. És ez nem panasz, én csak kőmíves vagyok, aki falasz. Ez Lújza. Gyere be, bébi! Hello, Bubi. Hello, Lújza. Nos, szereztél Lüke magándetektíveket? Igen. Mr. Flintstone és társa. Okosak, mint a 2 hetes sáska. Hát ez jó munka volt. De honnét tudod, hogy mit kettő tulok? A volt iskolájukból.
Az egyik határból 7-szer hasalt, feje nehéz, mint a bazal. Na és a másik? Ó, az a putádik. Holnap ott állnak majd a bank előtt. Na hát, megállapítom örömmel újra, hogy nagy vagy, Luisa. Ha sikeresen kész ez a munka, kapsz tőlem egy olyan csodaszekeret, amellyel foghatsz magadnak egy dúsgazdag merevet. Hé, mi volna, ha egy ex-nyomozó pár mára meghívna két ex-bűnüldöző nő Tintin vacsorára? Megtenné csak ugyan? Erről beszélhetünk, uram. A filmet írta és rendezte Joseph Barbera és William Hanna. Magyar hangok. Csákányi László. Márkus László. Sota Iveri. Váradi Hédi. Magyar szöveg Romhányi József, hangmérnök Pintér József, zenei szerkesztő Nánási Katalin, rendezőasszisztens Andor Péter, vágó Zöld Zsófia, gyártásvezető Terbóc Tamásné, szinkronrendező Bajor Edit. A szinkron a Magyar Televízióban készült 1972-ben.